Kedvesen szépen üdvözlöm Önöket! Önök a Heti TV-t és a Pirkadat című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok és már is nagy szeretettel köszöntöm Ravasz Ágnes, a PDS budapesti választmányának tagját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De mindenek előtt túlesünk a kötelező gyakorlaton, hogy tudjuk is, hogy hányadán állunk. Tehát kérem szépen, a Lóak, a zsinagóga, a zsidó naptár szerint 5784-et írunk, Támusz havának 18. napja van, tegnap vette kezdetét a Dry Woken, ez a három heti ilyen gyászidőszak. Nincs örömködés, nincs borotválkozás, nincsenek házasságkötések. Ezzel szemben egyébként a Gergely naptár úgy szól, hogy 2024. július 24-e van szerda, ma a kingák és a kincsők ünnepelnek. És hogy mennyire ünnepelhetünk az időjárásnak? Egyelőre igen, még mindig, mert nagyon meleg lesz most is. 29 fok körül várható maximális hőmérséklet. És hogy mit kínálnak nekünk a bankok? Kérem szépen, az euró 3,9.17-en, míg az amerikai dollár 3,58.68-on áll. És akkor belevágunk már is. Ma hirdetnek, hogy húzzák meg a ponthatárokat. Sokan fognak jelentkezni. Bármint, hogy pedagógus szakokra. Úgy tudjuk, hogy nem. Még mindig nem lesz elegendő tanár a jövőben. Tudunk mindenféle adatokat, hogy azért jelent, de hogy első helyen hányan jelentkeztek, tényleg hány lesz az a eljövendő pedagógus, akit majd felvesznek az egyetemekre. Egyáltalán ugye azt is tudjuk, hogy nagyon nagy a lemorzsolódás. Azok a statisztikák, amiket a kormány megad, hogy milyen rengetegen jelentkeztek tanárszakokra, ugye ebbe azok is benne vannak, akik már tanítanak. Ugye, mert most indítottak nagyon sok olyan szakot, hogy ilyen egyéves, kétéves gyors talpaló átképzések a hiány szakokra. Tehát ezek nem fogják növelni a tanároknak a számát. Tehát az, hogy frissen fiatalok, akikre szükségünk lenne, hányan gondolják azt, hogy a jövőjüket úgy képzelik el, hogy ők tanárok lesznek, és a ifjúságot fogják tanítani, és ezt első helyen jelölték meg, és tényleg föl is veszik őket, és tényleg boldogan elvégzik, és utána a pályájuk elé néznek, hogy azok hányan lesznek azokat. Egyelőre nem tudjuk, valószínűleg nagyon kevesen, mert azért a fiatalokat, ahogy ezt ilyen mindenféle kommentekből, meg beszélgetésekből tudjuk, azért nem nagyon vonza a tanári pálya, tehát nem nyugtatta meg az az életpálya, amit az eljövendő tanároknak a mai oktatáspolitika nyújtani tud. És az is érdekelne, hogy lehet már tudni arról, hogy mondjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mikor indul a pedagógus képzés? Vagy ezt még csak így lebegtetik, hogy majd egyszer ott is lesz? Lesz, igen, igen. Én nekem most nem tudom pontosan, hogy mikor indul, de hát tudjuk, hogy lesz, és olyan szegelit képzés lesz. Oké, elitképzés, fiatalok kellenek a pályára. Na de miből fogunk tanítani? És akkor most rátérünk arra a témára, ami a múlt héten került elő. Okostelefon, vagy mobiltelefon, okosóra tessék letenni. Nem lehet bevinni az iskolába. Nem volna egyszerűbb olyan tantervet megalkotni, ahol ezeket az eszközöket föl kell használni ahhoz, hogy a diákok minél jobb tudást szerezzenek? De hát minden bizonnyal eznek így kéne, hogy legyen. Ugye ez egy rendelettervezet, amely szabályozza, hogy mik azok a tiltott tárgyak, illetve nem kívánatos tárgyak, amiket az iskolába belehetni. Tehát az, hogy a kés és az okosóra együtt szerepel, attól én egy kicsit meglepődtem. Igen, tehát az egyértelmű, hogy egy rugós kés nem lehet bevinni az iskolába, de hát ez nem kell ez a rendelet tervezet, mert az eleve tiltott. Tehát olyan közintézményben eleve tiltott már bevinni ezeket az eszközöket. Tehát ez teljesen egyértelmű. Most, ami pluszban adna hozzá ez a rendelet tervezet, ez bizony az okos eszközökre vonatkozna, okosóra, okostelefon, laptop. Tény az, hogy nagyon sok probléma van. A diákok nagyon sokat használják a telefonjukat, ahol megengedik, ott szünetekben is.
Egészen biztosan nem sokkal jobb lenne, hogyha helyette inkább beszélgetnének, vagy az iskolában egy olyan társadalmi életet folytatnának, amiknek nem a saját telefonjukat nézegetik. De hát ezzel a rendelettervezettel ezen kívül is nagyon sok probléma van. Egyébként tudjuk azt, hogy Európában is vannak olyan országok, ahol meg van tiltva az iskolákban ezeknek az eszközöknek a bevitele. Vannak okos eszközök az oktatásban. Nálunk az iskolákban olyan okos eszközök, hogy gyakorlatilag minden tanórán egyszerűen csak elő kelljen venni egy tabletet, és azon például lehetne munkát végezni. Olyan nagyon-nagyon kevés van. Esetleg van egy-egy tanterem iskolákban, ahol ilyen előfordul, de igazából ezt azt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy akkor most vegyétek elő a telefonotokat, például egy ilyen Kahoot tesztnél, vagy egy Redmenta tesztnél, hogyha a tanár éppenséggel egy ilyen interaktív feladatot szeretne adni a gyerekeknek. Az biztos, hogy ez nagyon megnehezíti ezeket a tanórákat. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy itt az egész nemzeti alaptantervet át kéne dolgozni, mert ugye most alapvetően az ismeretanyag átadására épül fel, és nem pedig ezekre az interaktív feladatokra. De nem csak ez a probléma van ezzel, hanem az is, hogy egyébként minden, ugye nagyon sokféle iskola van. És eddig is ez úgy történt, hogy minden iskola a saját házirendjében határozhatta meg, hogy mit kezd az okostelefonokkal. Van olyan iskola, ahol azt mondták, hogy reggel ki kell kapcsolni, táskába kell tartani azon a tanórán, ahol ez szükséges, akkor egyszerűen csak vegyék elő, kapcsolják be, és akkor ez elég jól működik. Van olyan iskola, ahol nem szabályozzák ezt. Van olyan iskola, ahol le kell adni az napnak a kezdetén és a nap végén kapják. Mert rengetegféle lehetőség van, iskolánként különböző. Most, hogyha ezt így szabályozzák egy rendeletben, ez nagyon-nagyon megnehezíti az iskoláknak a dolgát, mert nem tudom, hogy abba belegondoltak-e, akik ezt a rendelettervezetet készítették, hogy mi van, ahol egy több száz fős iskola esetében. Például 5-6, vagy esetleg vannak ilyen gigaiskolák, 800 ezer fős iskola esetében. Hova helyezik el ezeket a tárgyakat, amelyek sok esetben több százezer forintot érnek? Mi lesz a menete ennek, hogy reggel akkor hova adják le, kinek adják le, ki fogja ezeket összeszedni? Ezt is ez a pedagógusoknak a feladata van, hiszen most már megnézem, akkor lassan a pedagógusoknak már nem a tanítás a feladatuk, hanem mindenféle egyéb más, egyre több, ami pont attól az értékes alkotó munkától veszi el az időt és lehetőséget, amiért tanult az ember az egyetemen, hogy tanítani fog. Tehát ezek nincsenek meg a megfelelő lehetőségek, tehát nincsenek olyan szekrények vagy zárható széfek egy iskolába, tehát akkor ezeket is meg kéne teremteni. Viszont hogyha, amit most ugye itt júniusban is tapasztaltunk, ugye légkondicionál nincs az iskolákban, tehát 30 fokokban tanítottunk. A projektor nem kapcsol be a nagy melegbe, tehát egyszerűen ezekkel kéne foglalkozni, tehát a tanítás megfelelő lehetőségeinek az előteremtésével, nem pedig, hogy most akkor széfeket szereljünk be, vagy egyszerűen azokat vegyünk egy dobozt, vagy egy ilyen műanyag kosarat, és akkor abban majd minden osztály beleteszi a telefonját reggel, és akkor mondjuk összeszámolhatjuk, hogy hány millió forint van egy ilyen műanyag kosárban, ott a tanári asztalon mondjuk, vagy elzárják egy terembe, vagy... Tehát ez egyszerűen így elképzelhetetlen, hogy ezt így kötelezően minden iskolában mondjuk így kéne megoldani. Tehát megint egy olyan rendelet, ami valamit kitalálnak, és egyszerűen előtte ugyanazt meg, hogy most társadalmi egyeztetésre ugye nyilvánosságra hozták, de hát most majd mi lesz belőle? Ezt egyelőre még nem tudjuk, ugye, mert ez egyelőre csak egy tervezet, de hogy akkor most lesz egy visszalépés, vagy mégse? Nem tudom, mi azt mondjuk, hogy ezt a házirendben kell minden iskolának a saját házirendjében megvan ehhez a joga, a saját lehetőségeit mérlegelve,
hogy milyen módon fogja kezelni ezt a problémát. A Nemzeti Alaptanterről kellenek egyeztetések, hogy megkezdődjenek, ugye már. Mit lehet ezekről tudni? Hát most majd át kell, ugye 4 évente, ha jól emlékszem, igen, át kell dolgozni, nem átdolgozni, hanem újra kell vizsgálni, vagy át most kell van nézni. Itt az ideje. Igen, igen. Hát egyelőre még ezek a lépések nem kezdődtek el. Tehát hogyha ez elkezdődik, akkor mi minden szakmai szervezetet, meg szakszervezetet, vagy esetleg tantestületet, tanári közösségeket, pedagógusi közösségeket arra biztatunk, hogy ugyanúgy, ahogy az előző alkalommal mondják el a véleményüket, hiszen ezzel is nagyon sok probléma van. Most már ugye évek óta tanítjuk, most már ez teljesen bebizonyosodott, hogy ez legalábbis, ahogy én tapasztalom, például a magyar irodalom szempontjából nem egy 21. századi magyar gyerekre írt. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a folytatása, úgyhogy visszavárjuk mindenféleképpen. Köszönöm szépen, hogy itt volt és tudtok beszélgetni. Köszönöm szépen én is a meghívást.